A tervezés szakaszába lépett a 2-es metrói és a Csömöri, illetve a Gödöllői hév összekapcsolása. A Budapest Fejlesztési Központ egy 4 milliárd forintos szerződést írt alá a kormánnyal. A fejlesztés keretében egy magas vasúti híddal összekötik az Őrs vezérterén a metró és a hév végállomásokat. A vonal egészén felújítják a megállókat. Vitézi Dávid azt mondta, a 2-es metró vonalán a Puskás-Ferenc stadion és a Pillangó utca között egy új metró megálló is épül. A tervezési szakasz 2023 végére fejeződhet be. Most még csak az aluljáró köti össze a metró és a hév végállomását az Őrs vezérterén. Azonban a tervek szerint a két tömegközlekedési vonal a jövőben összekapcsolódhat. A Budapesti Fejlesztési Központ megállapodást írt alá az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, amely alapján a tervezési szakaszba lépett a 2-es metró és a Csömöri, illetve a Gödöllői hév összekapcsolása. Része tehát a beruházásnak az Őrs vezérterén a 2-es metróval való teljes integráció. Ez azt jelenti, hogy a 2-es metró vonatai közül mindegyik kimenne Rákosfalváig, kiszolgálna az ott található lakótelepeket, és minden második tovább menne egészen Cinkotáig, kiszolgálva a teljes 16. kerületet, amely így lényegében metrószerű kapcsolatot adna, és aztán ebből minden második pedig tovább menne részben Gödöllő, részben Csömör felé. A beruházás része a 16. kerület autós forgalmát sokszor megbénító hévátjárók megszüntetése és a megállóhelyek felújítása is. Mi a projekt műszaki tartalma? A Gödöllői és a Csömöri hév teljes felújítása. Rendbetétele, a pályák felújítása, a sebességkorlátozások megszüntetése, a peronok akadálymentesítése, P+R és B+R parkolók kiépítése. A Puskás-Ferenc stadion és a Pillangó utca között egy új metró megálló is létesül. Ezzel együtt a mögöttem látható vasúti felüljárónál, a Törökörnél az agglomerációs vasútvonal is egy új megállót kap, ahol a tervek szerint 20 ezer ember is megfordulhat naponta. A kormány 4,6 milliárd forint uniós támogatást biztosít a fejlesztés előkészítésére. Tuzson Bence, Csömör fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a hév és a metró összekapcsolása közvetlen bejárási lehetőséget biztosít a belvárosba az agglomeráció lakóinak. Ez pedig csökkentheti a károsanyag kibocsátást. Azért is jelentős ez a kérdés, hiszen ebben a térségben nagyon nagy volt a népesség növekedés is. 28%-kal növekedett meg a népesség az elmúlt 20 évben, és az autók száma is jelentősen nőtt, 70%-kal nőtt meg a gépjárműveknek a száma, ami azt jelenti, hogy ma az emberek jelentős része gépkocsival jön be Csömörről is Budapestre. A szükséges engedélyek megszerzésének határideje 2022 vége, a beruházás terveinek pedig 2023 végéig kell elkészülniük, csak ezután indulhat majd a konkrét építkezés.